Wait a minute. What? Did I just hear myself say 3 minutes? Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Szorító Podcast újabb 3 Minute Warningja, ezúttal is 3 hírrel készültünk nektek, ami ezúttal a TV-hez kapcsolódik. Én Bárt vagyok, és itt van velem a doktor is. Igen, a hírek közül 2 pletyka, egy pedig éppen, hogy egy hivatalos megerősítés. Így van. 2 a WWE-hez kapcsolódik, és a Foxhoz. 1 pedig az All Elite Wrestlinghez és annak a besorolásához. Nem is tudom, melyikkel kezdjünk, mert... Kezdjük talán a legnagyobb pletykával mindközül, ami tényleg csak pletyka volt az elmúlt hetekben, és most a PV Insideren került elő a kérdezz-felelek rovatban ismét. Ez pedig nem más, mint az, hogy Brock Lesnar állítólag a Foxos időszak első hónapjaiban többé-kevésbé teljes időben fog szerepelni. Magyarul a Fox rengeteg pénzt talicskázott Lesnarnak a farmjára, hogy jöjjön és szerepeljen full-time-ban a SmackDown-on. Az, hogy a Fox rengeteg pénzt talicskázik egyébként az NBC Universal-al együtt, mert ők ugye még többet fizetnek mostantól a Raw-ért, mint amennyit a Fox a SmackDown-ért, az ugye nem újdonság, hiszen a pletykák szerint jövő héttől a pirotechnika is visszatér az adásokba. Azt is finanszírozni kell valahonnan. Meg komplett új szettet kap állítólag mind a két show. Szóval így nagyon komoly pletykák vannak itt a jövő heti season premierről, ahogy a WWE hívja a gyakorlatilag a csatornaváltást. Na most Lesnarra visszatérve, igazából egy kérdés arra vonatkozott, hogy mi fog történni ezen a bizonyos Brock Coffee meccsen az első Foxos SmackDown-on, hogy Brock megveri Coffee-t és megint részidős bajnok lesz, vagy Coffee legyőzi Brockot és legitim bajnok lesz belőle, vagy valaki bezavar annak érdekében, hogy Coffee-n maradhasson az öv. És erre azt írta vissza Dave Shearer a PV Insider-től, hogy ő egy olyan esetőséget mondana, amit a kérdező nem említett, mert jelen pillanatban azt várják, hogy Brock többé-kevésbé teljes idős pankrátor lesz a következő hónapokban. Igazából itt a nagy kérdés most az, hogy nekünk mennyivel lesz jobb attól, hogyha Brock teljes idős lesz? Hát ez egy jó kérdés. Ha Brock azt fogja művelni teljes idős bajnokként is, mint amit egyébként tesz, az nem lesz éppen felüdítő és újdonság, mert azt már láttuk az elmúlt 5 évben. Csak sokkal gyakrabban fogjuk látni, mert minden héten ezt fogjuk látni. Viszont ha Brocknak tényleg elég pénzt fizettek, és emiatt hajlandó minden egyes adáson ott lenni, és minden egyes adáson csinálni valamit, az mondjuk akkor előrelépés lehet, csak ahhoz mondjuk kell az is, hogy mondjuk akkor Lesnar fogja magát, és változtat egy kicsit a birkó stílusán. Jó, csak azt meg a WWE-nek kell igényelnie, mert eddig is azért birkózott Lesnar úgy, ahogy, mert Vince-ék ezt kérték tőle. Igen. És azért azt látni kell, hogy ez a mostani Lesnar, aki évek óta a tévében van, ez nem egy sokoldalú karakter. És Heyman képes 50-féleképpen elmondani ugyanazt a promót, de ez azért nagyon gyorsan unalmas lehet, hogyha Lesnar tényleg minden héten, vagy akár minden második héten benne lesz a tévében. Ezt a karaktert pontosan azt tudta megőrizni éveken át, még azzal együtt is, hogy azért az utóbbi időben már kifutottnak éreztem, hogy ilyen ritkák voltak a megjelenései. Na most, hogyha Fox tényleg azt várja tőle, hogy rendszeresen legyen a tévében, akkor nagyon gyorsan ki fog derülni az, hogy ez a Lesnar király egy kicsit mesztelen és unalmas tud lenni a mindennapokban. Igen. Bár lehet, hogy csak az első pár hónapot akarják megnyomni Lesnarral, hogy gyakorlatilag nagy durranással kezdődjön a Foxos dolog, ami meg teljesen érthető. Igen, és Kofi azért nagyon messze van ettől a nagy durranástól. Nagyon-nagyon. Úgyhogy mindenképpen egy olyan nagy sztárt akartak, akinek neve van a mainstreamben, és ugye a Fox állítólag Ronda Rousey-t is szerette volna, csak Rousey ugye nem téma jelenleg. Ja. Több okból se, ugye egyrészt van a nem túl sikeres baba projektje, másrészt meg úgy majdnem levágta az ujját néhány héttel ezelőtt, és azért abból is időbe telik majd felépülnie. Abszolút. Jó. Következő hírunk szintén a Fox és a WWE kapcsolatából rügyezik. Igen, ez pedig nem más, mint hogy a Fox fejesei állítólag a SmackDown-on szeretnék látni a Fiendet, azaz Bray Wyatt-et. Hát, mert most egyébként, ha megnézitek, gyakorlatilag a WWE mindent a Fiend köré épít, amit elképzelni lehet. Gyakorlatilag, te még nem láttad a heti Raw-t, de konkrétan a heti Raw intrójába is berakták a Fiendet úgy, hogy ugye jön a Dana Forever, tudod, a szokásos intro. Azt pont láttam. Azt még láttad.
És már abba is mindenhol a Finn bele kotnyeleskedik ilyen kis izékkal. Szóval a Finn teljesen átveszi az uralmat minden felett. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy lehet, hogy tényleg előbb-utóbb a Finn komoly szerepet fog kapni a WWE-ben, csak nem mondjuk úgy, ahogy mondjuk én gondoltam. Mondjuk a te kis videódban, amit a Finn bookjáról készítettél, ott szintén a SmackDown-ra került, hogyha jól emlékszem. Igen. Én viszont azt gondolom, hogy ez nem volt egy túlságosan átgondolt kérés a Fox részéről, már hogyha valójában megtörtént, mert ugye ők korábban direkt azt a kérést fogalmazták meg a WWE-vel szemben, hogy a SmackDown legyen inkább sportorientált műsor. Na most a Fiend az pontosan az a karakter, ami minden csak nem sportorientált, és ez hagyományosan is inkább illik a Raw-hoz, ami ugye a hagyományos felnőtt férfi szappanopera, vagy éppen aminek nevezzük, mint a SmackDownhoz, ami igazából eddig is a birkó orientáltabb műsor volt. Szerintem a Fox egyszerűen látja, hogy most van egy ilyen forró dolog a WWE termékében, vagy egy forrónak tűnő dolog, és akkor kitalálták, hogy aha, azt lenyúljuk. Valószínűleg ez történt. Bár ugye pont ezt mondod, hogy ugye hagyományosan a SmackDown az ilyen sportközpontú, azért ne felejtsük el, hogy gyakorlatilag Undertaker is éveken keresztül azért a SmackDown brand tagja volt. Jó, ez jogos. És azért az sem éppen a sportközpontú karakter. Ez jogos, bár azt hozzá kell tenni, hogy amikor Undertaker a SmackDown-nak az egyik arca lett, akkor ő éppen motoros Taker volt. Jó, az igaz, de utána maradt is a SmackDown arca majdnem a visszavonulásáig. Jó, az természetesen igaz, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de egyes pletykák szerint egyébként erre nincsen túl sok esély, amiatt, hogy igazából a Wyatt projektet azt nagyrészt Paul Heyman irányítja. Á, az mondjuk sok mindent megmagyaráz egyébként, srácok, ha ez Heyman agymenése. Az mondjuk azt képzeld el, hogy Heyman forradalmi agya, meg Wyatt forradalmi agya összeszűri a levet, és megszületik belőle valami. Az nem hangzik jól. Figyelj, a Maria apasági sztoriánál jobb. Bármi jobban hangzik. Ez igaz. És tudja, hogy az is Heyman. Persze, azt mert tudja, ismerjük. Igen. Jól van, meglátjuk igazából két hét múlva, hogy Wyatt hol fog kikötni. Egyelőre mind a két adásnak van esélye, de azt mondogatják, hogy míg a Fox akarja, valójában a Ron Heyman projekt, ez a Wyatt karakter, tehát valószínűsíthetően ott fogják hagyni. És akkor marad az utolsó hírünk, ami pedig ugye akkor a szomszédban kerül megrendezésre, ez pedig ugye az All Elite Wrestling TV besorolásával kapcsolatos hivatalos megerősítés. Ezt ugye azért már mondogatták egy ideje, de Cody most a Twitteren hivatalossá is tette, miszerint az All Elite Wrestling Dynamite nem TV PG besorolású lesz, mint a WWE, hanem a TV 14-es besorolást fogja megkapni, amit 2008 előtt a Raw is viselt. Ja, igen, csak azóta mondjuk az elmúlt pár évben azért szigorodtak azok a szabályok, hogy mi fér bele mondjuk a TV 14-ben, meg mi fér bele a PG-be. Szóval azért ez egy kicsit bonyolódott ez a helyzet azóta. Megenged valami szabadságot az All Elite Wrestlingnek. Az, hogy erre a szabadságra mennyire van szüksége a modern terméknek, azt nem tudom. Meg mennyire lesz szüksége az All Elite Wrestlingnek. Most ha nem tudom, hogy mennyire lehet az a széles közönségnek elfogadott, ha mondjuk például látunk olyan típusú hardcore meccset, mint amennyit mondjuk Ambrose birkozott Janellával, vagy pedig ugye Cody birkózott, amikor szétverték a fejét a székkel. Ugye Tony Khan korábban azt nyilatkozta, hogy az efféle hardcore mérkőzések inkább a PPV-kre fognak koncentrálódni, és a TV-ben másfajta terméket fognak mutatni, ám ez még azelőtt volt, hogy hivatalosan is közzétették volna ezt a TV14-es besorolást. Én azt gondolom, hogy ennek alapvetően az áll a hátterében, hogy az All Elite Wrestling minél jobban szeretné megkülönböztetni magát mindenben a WWE-től, és egyben kielégíteni a célközönségnek a várakozásait, akik annak ellenére is köpködnek a TV PG ratingre pusztán a léte miatt, hogy nagyon sok probléma a termékkel kapcsolatban igazán nem ennek tulajdonítható. Hát gyakorlatilag nem, ez egyetértek. Sőt, soha nem is annak volt tudható be a probléma. Srácok, igazából én azért vagyok egy kicsit szkeptikus, mert ugyanaz a célközönség, ami az All Elite Wrestlinget is valószínűleg követni fogja, túlnyomó többségében szereti az NXT-t. Az NXT-nek TVPG besorolása van, és ezzel együtt csináltak meg olyan feudokat, mint a Ciampa kontra Gargano.
Vagy visszaemlékszem arra, amikor a WWE kreatív csapata éppenséggel teljes gőzzel funkcionált a WrestleMania 25 előtti pár hónapra, amikor ugye futott az Orton Triple H, a Michael Staker, az Edge Cena feud, meg a Hardy tesók feudja, és igazából óriási kreatív formát hozott az adás. Mi volt a besorolás? TVPG. Én nem gondolom azt, hogy a TV besorolás határozza meg azt, hogy a történetmesélésnek a színvonala az milyen szintet ér el egy szervezetben. És a másik dolog az, hogy igazából az elmúlt hónapokban a WWE-ben is hallani lehetett káromkodás. Tehát ma ott is kimondják azt, hogy ez, bitch, még azt is lehetett hallani, hogy shit, igazából a fuckon kívül mindent, de az a TV14-be sem fér bele. Szóval mi lehet kifejezetten a többlet, amit a TV14 nyújtani tud a közönségnek? Hát ez, a, ez számomra egy érdekes kérdés. Ez a jó kérdés, mert hogy gyakorlatilag tényleg, ahogy azt mondjuk a pankreció.com-os csomagban volt egy ilyen beszélgetés a hardcore-ról, meg erről a dologról, ott kifejtettem nektek, hogy gyakorlatilag a mai mainstream kultúrába, ami gyakorlatilag tényleg az egészséges életmód, meg az önfejlesztés, meg minden ilyesmi körül forog, meg az élettudatosság körül forog, nem fér bele az, hogy önpusztítunk a tévében. És azért egy hardcore meccs az eléggé durván önpusztítás. Na most önmagában szerintem a TV14-es besorolással semmi baj nincsen. Nyilván bizonyos szponzorokat elriaszt, viszont másokat meg megnyerhet. Nem gondolom azt, hogy ebből a All Elite Wrestlingnek komoly baja származna. Amitől viszont egy kicsit tartok, az az, hogy csak azért, mert ebben a besorolásban lehetőségük lesz megcsinálni bizonyos dolgokat, ők ezt úgy veszik majd, hogy meg is kell csinálniuk azokat a bizonyos dolgokat, és mondjuk fölöslegesen, indokolatlan pillanatokban belevisznek vérzést, meg mit tudom én, milyen felnőtt sztorikat az adásba, olyankor is, amikor igazából annak nincs ott a helye a környezetben. Ugye ez mindig egy ilyen érdekes dolog, hogy megtehetsz valamit, vagy meg kell tenned valamit. Abszolút. Egy... És ha úgy érzed, hogy megtehetsz valamit, akkor nagyobb eséllyel teszed is meg, függetlenül attól, hogy szükség van rá, vagy sincs. Igen, abszolút. Meg mind a kettőnknek a wrestlingkel kapcsolatos filozófiája van, hogy a hardcore nem azért kell, meg mert csináljunk hardcore-t csak a hardcore kedvére, nem tényleg azért, hogy a sztori vezetésnek egy olyan pillanata legyen az, ami érthető, értelmezhető és szükséges. Nem pedig azért, mert három darab köves önmagát akarja megölni. Pillanatokat kell teremteni, erről szól a profi birkózás, és alkalmasint a vér vagy a külső eszközök hozzá tudnak járulni ehhez a pillanatteremtéshez. Ez viszont tudni kell azt, hogy mikor és milyen körülmények között vessék be őket. Mert hogyha folyamatosan ezeket nyomatod a tévében, akkor elveszítik a jelentőségüket, a közönség megszokja őket, és semmilyen szempontból nem lesz különleges. Lásd! Ez a veszélye. Egyébként az All Elite Wrestling ezt megcsinálta. Lásd a Cody versus Goldust meccset, mert ott megcsinálták. Na, abban abszolút különleges volt, viszont ugye aztán az All Out-on meg kapunk egy olyan meccset, amit te is említettél, a Darby Allin, Joey Janela, a Jimmy Havokot, na az meg pontosan az ellentéte az egésznek. Tehát igazából az All Elite Wrestling azt is megmutatta, hogy hogyan kell ezt jól használni, viszont azt is, hogy hogyan kell ezt rosszul használni. Én kíváncsi leszek rá, hogy a tévében hogyan fogják használni, én viszont azt remélem, hogy az All Elite Wrestling történetmesélését az nem a tévébesorolás fogja meghatározni, élni fognak bizony, minden bizonnyal a szabadsággal, amit kaptak, viszont nem ezen múlik a jó történetmesélés, a jó történetmesélésnek megvannak a maga kritériumai, és az All Elite helyében ezekre összpontosítanék, ahelyett, hogy a TV14 miatt erőltetetten a káromkodásra, a vérre, meg a felnőttebb tartalomra mennék rá. Ezek beleférnek akkor, hogyha a történetmesélés kritériumai teljesülnek. Hogyha nem teljesülnek, akkor viszont megette a fene az adást akkor is, hogyha a vér, a káromkodás, meg a felnőtt tartalom megvan benne. Mindenképp így gondolom én is, és szerintem nem is kell ezt ennél jobban túlgondolni. Ennyi fért szerintem a mai Free Minute Warningunkba, ami kicsit hosszabb lett megint, mint ahogy szoktuk, de... Az lesz a csoda, hogyha egyszer nem lesz hosszabb. Így van, persze. És különben is, ha tetszett a videó, akkor nyomjátok rá egy lájkot, ha van valami véleményetek ezekkel a hírekkel kapcsolatban, írjatok egy hozzászólást, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok föl a csatornánkra. És azon kívül tudjátok, hogy mit kell csinálni? Bízzatok a doktorban! And the wrestling is fun! Sziasztok! One, two, three!